ezt nem értetted meg, ugye? Ugye? Teljesen rémületes, hogy a nyilvánosság hova züllött le. Beleértem egyébként az újságírásnak a... Egyáltalán lehet-e még újságírókról beszélni? Egy Tóta újságíró lehet, akkor gyakorlatilag itt már mindent lehet. Bennem az merült föl, hogy iróniának már egyáltalán úgy látszik nincs helye a nyilvánosság. Abba se vagyok biztos, hogy egyáltalán érdemes-e értelmes vitákat kezdeményezni bármiről, mert itt szekértáborok és buborékok harcolnak. Kap-kap! Lehet, hogy pontosítanom kell azt, amit az interjúban mondtam, mert hogy nem az Amerikai Egyesült Államok, mint államgépezet húz hasznot ebből a háborúból. Hadd meséljek egy Kuss nevű emberős! Hanem az Egyesült Államok demokratikus döntéshozatalára is rátelepedett multinacionális cégcsoportok. Mindig, amikor behávágnál, inkább kussolj! Szeretném, ha egy ideig itt ennél. Úgy látszik, az ATV.hu és a többieknek az újságíróit már ebben az iróniát vagy az árnyalást egyáltalán nem vették észre, ebből lett az, hogy én pontosítottam. Inkább fogd be! Dehogy pontosítottam, én teljes egészében fönntartom a véleményemet. Fogd be! Be! Igen, követem Mondrásnak a megnyilvánulásait, és kettős érzések vannak bennem, megmondom őszintén. A bíróság nevére vigyék a fogd már be! Picit pszichologizálnom kell itt mind a két álláspontom kapcsán, mert hogy... Nézd inkább, fogd be végre! Ha bármilyen kérdésed van, nyugodtan fogd be! Fogd csak be! Az, amit az András ebben az interjúban, hogy az egész interjút végigolvassa valaki, a számomra teljesen kompakt volt, és Siffer Andrásos volt. Tehát... Szívem szerint hagynám, hogy beszélj, de inkább nem. Én nem vettem volna észre feltétlenül ebben, hogy milyen politikai töltet vagy dinamit van benne. Feléhat, fogd be. De voltak, akik ezt észrevették, és az első rész, az, amire reagálni szeretném, hogy kik vették észre, és miért vették észre. Mert hogy ez szerintem nem Siffer András nyilatkozatáról szól az ő szempontjukban, hanem Siffer András személyéről szól az ő esetükben, ami, hogy azért ne beszéljek rébuszokba, ugye itt egy olyan újságírói körről beszélünk, amelyik az ellenzéki összefogásnak volt a támogatója. És ennek a kampánynak is a segítője. És ugye ebben a vitában... Fogd be! Lássuk az időkalapot!